Emberi Múzeum igazgatóját, Kis Imrét szólítom a mikrofonhoz, aki nem csak köszönti a publikumot, hanem egy érdekes kultúrtörténeti kitekintést is ad a szódáról, vagy a szívvízről, amely nélkül ugye bár föld sincsen, és tegnap óta tudjuk, hogy már a hungarikumok közé is lassan fölveszik ezt a bizonyos találmányt, úgyhogy át is adom a szót. Jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeim! Én nem tudok ilyen frappáns lenni, úgyhogy nem tudok lóugrani, de hát mindenek előtt azért a múzeumról kell mondanom egy pár szót. Mielőtt szódaszónok lennék, vagy hordószónok, ugye, ami itt ezt a helyet mutatja. De hordószónok még nem voltam, szerettem volna már régóta lenni, még nem voltam. Szendvicsember az már voltam, nem olyan régen, a Szeptemberfesten, nem tudom, jártak-e a Szeptemberfesten, ott szendvicsemberként találkozhattunk, szóval amit csak lehet, megpróbálok. Tehát szódaszónok előtt múzeum szónok leszek, a múzeumról néhány szót. Nem tudom, ki járt itt, ki nem járt itt már, sokan egyébként, hál' Istennek, látom visszatérő vendégeink, illetve akik még nem, azok remélem majd azok lesznek. Három éve költöztünk ide, és most a harmadik éve, hogy itt lakunk ebben az épülettömbben, ami három földszintes lakóház, és valóban Krúdinak adott otthont egykor, 1930 és 33 között. Szegény itt is halt meg, egyébként idén Krúdi év van, 80 éve halt meg, elneveztük a negyedet Krúdi negyednek, itt összefogva az Óbudai Társaskörrel, a Kéli vendéglővel, ahová nagyon szeretett átjárni, azt az ajtót, azt ott hátul azért vágottam magára a direkt, hogy amikor hát kedvet szottyan kimenni késő este, akkor ne zavarja a hátsó szobában lakó feleségét és lányát. Illetve a Mókuskert vendéglátóhelyet. Tehát Óbudán, Krúdi negyed, figyeljenek rá, emlékezzenek rá, szeressék, jöjjenek. Nagyon azon vagyunk, hogy Óbuda felkerüljön Budapest kulturális térképére olyan mértékben és olyan ranggal, ami ezt megilleti. Reméljük, hogy ezen mások is fognak majd dolgozni, és akkor hozzánk is többen jönnek, mert ugye most, hogy kijöttünk a belvárosból, azért kicsit megcsappant a látogatóink száma. Pedig van mit nézni és van mit látni nálunk. Még ugye építkezünk és elnézést kérünk ezért, hogy kicsit még a padozat nem teljesen felsúlyicskolt, nem teljesen tiszta, de valóban most épül a Dobos Delikát névre majdan elkeresztelendő olyan vendéglátóhelyünk, amiből majd be lehet menni a vendéglátó kiállításba. Ez lesz abban a szányban. Egyébként abban a szányban volt egy kocsma és egy kupleráj. Mindenütt a hely szellemét próbáljuk továbbvinni. Meg ne kérdezzék, mert mindenki megkérdezi, és a kuplerájt is meg nem. Azt nem nyitjuk meg, de majd egy olyan kiállítás rész az lesz, ami az éjszakai életről fog szólni. Hiába nézel ilyen kéjenc arccal ott hátul abban, kendőben nem lesz kuplerájt. Na, középen ugye Krúdiról szól a ház, ez az épület, hiszen itt lakott valóban, és ha majd bemennek a kiállításba, és javaslom, hogy menjenek be, minden kiállításon most, ami látogatható, nyitva van, élvezzék, éljenek vele, és hát persze jöjjenek vissza, ha kell, hiszen egy kiállításon, például a Krúdi kiállítás is órákig nézhető, olvasható, szerethető. Vannak ott olyan képek, amik mutatják, hogy hogyan ült egy fonott karosszékben itt Krúdi ezen az udvaron, amikor még nem így nézett ki, hanem hát homló és hát üledező félben, bocsánat, elnézést, a rekvizitumokat döntöm fel éppen. Ebben a szájban pedig a kereskedelmi kiállítás látható, ennek az első szobája már nyitva van, a továbbiak épülnek, talán decemberben azok is megnyílnak. Itt pedig azért van a kereskedelmi kiállítás, mert itt egy szatósbolt volt valóban a sarkon. Ez is látható egyébként a Krúdi kiállításban. Az a szatósbolt, aminek a két ajtaja ide nyílott ugye a Korona utcára, illetve a Tanuló utcára. Ezen kívül, amit így most elmondtam, van fönt az emeleten, oda is fel lehet menni, és az nagyon jó reflektál a lenti kereskedelmi kiállításunkra. Egy olyan kiállítás, amit az Óbudai Alternatív Közgazdasági Szakközépiskolai diákjai készítettek egy hónap alatt, az ötlettől a megvalósulásig, és zseniálisan reflektál arra, amit adtunk címet, hogy vásárolunk. Hát hogyan látják a fiatalok ezt a mai virtsaftot? Ugye, ami minket, hát ahogy szokták mondani, kicsit szomorúan, konzumidiótákká tesz.
Tehát egy nagyon érdekes kiállítás látható az emeleten is. Érdemes a kettőt egymás után megnézni, mert nagyon sok gondolatot ébreszt abban a látogatóban, aki hajlandó gondolkodni. Mert ugye az interaktivitás itt kezdődik, nem ott, hogy most akkor milyen tapogatható dolgok vannak benne, vagy mit lehet ugye megpörgetni, hanem hogy akarunk-e gondolkodni, vagy sem. Mi törekszünk minden kiállításunk arra hogy tényleg meggondolkodtassuk a kedves látogatókat. Van még egy ugye, színháztermünk itt hátoldal, mindjárt át fogunk menni, remélem most ezzel nem árulok el vagy titkot. Kultea névre keresztelve már a Bazilika mellett az előző helyünkön elkezdtük azt a kulturális szolgáltatást, ami színházi adásokban, koncertekben, filmklubban és egyebekben valósul meg. Erre is érdemes figyelni, iratkozzanak fel a hírlevelünkre, Facebook oldal, mindenütt kövessenek, figyeljenek, adják meg a módját és adják tovább a hírt. És akkor a szóda szónok következik. Ugye hát pillanat, ezt a könyvet én bátorkodtam írni, egyébként kapható, akit majd bővebben érdekel a történet. 10 évvel ezelőtt, amikor ide kerültem a múzeumba, akkor elődöm Dravecki Balázs, akinek a könyveit szintén érdemes, sőt, igazán az ő könyveit érdemes olvasni, egy gasztrotörténeti író volt. Volt egy picit írása a Fröccs történelem címmel. És ez indukálta bennem azt, hogy elkezdek foglalkozni a szódavíz történetével, amit először egy kiállítás született, ami most utazik, most éppen jelenleg Moson-Magyaróvárnak látható, ugyanazzal a címmel, ami a könyvnek is a címe, a könyv az később készült el. Szódavíz egy magyar kultuszital. Miért mertem én ezt mondani? Azért, mert ahogy beleástam magam a dologba, egyre inkább azt láttam, hogy hú, hát a szódavízhez mindenkinek köze van. Ugye most, hogy itt ilyen csaposi minőségben is megnyilvánulok, és örülök, egyébként legjobban itt szeretek állni a pult mögött, mert itt nagyon jó lehet az emberekkel beszélgetni. Jöttek ide most is úgy hozzám, hogy hát igen, szombaton mindig én mentem szódáért. Szóval mindenkinek van valami gondolata, valamilyen emléke, én magam is gyerekkoromban, edelénybe hajtottam a szódás kereket, akkor még voltak ilyen masinák, amiket kézi erővel kellett hajtani, hogy fagyira jusson pénz. Szóval rettentő sok élmény van, és szerencsére egy élő dolog. Ma is majdnem minden falunak, vagy két falunak, vagy három falunak, sőt van amelyik faluban több szódás is van, tehát lehet élni ezzel a finomsággal. Itt Pesten is vannak szódások. Úgyhogy azt gondolom, és most nem akarom ezt hosszabban fejtegetni, de tényleg mondhatjuk azt, hogy talán a kenyér után, szóval állítom, hogy többen isznak szódát, mint tejet. Most ez lehet, hogy furcsán fog hangzani, de ugye a tej az egy ideig jó, meg felcseperedéshez kell, de a szódavíz az, jó, addig általában nem iszunk szódát, amíg tejet iszunk, de utána életünk igen hosszú szakaszában viszont elkísér minket a szódavíz. Két legendát szeretnék eloszlatni a szódavízzel kapcsolatban. Az egyik ugye az, hogy Jedlik Ányos találta fel a szódavizet. Önök így tudják, fogadjunk. No, hát ez nem egészen így van. Most, amikor ilyen legendákat próbálok megcáfolni, ezt azért kell tennem, hogy azért maradjunk hülyek a valósághoz, de egyébként szeressük Jedlik Ányost. Szeressük már csak azért is, mert ő valóban nagyon genuin módon feltalált egy olyan technológiát, ami aztán megvetette a magyar szikvízgyártás alapjait, olyannyira, hogy ő volt maga az első szikvízgyáros Pesten. A történet úgy szól, hogy paptanár volt Győrben a bencéseknél, és a bencések ugye Füledről kapták az ásványvizet, az ottani a rendházból, fahordókban. Na hát mire ez Győrbe ért, addigra minden volt, csak nem friss, finom ásványvíz. Úgyhogy ezért, mivel tudta, hogy ugye fizikus-kémikus volt, tehát egy tudós ember volt, hogy már létezik mesterséges ásványvíz, mert a szódavíz egy mesterséges ásványvíz. Ezért azt gondolta, hogy hát akkor, ha ezt meg tudták csinálni, Nyugat-Európában mi is meg tudjuk csinálni, én is meg tudom csinálni, és meg is tette, hogy felfedezte azt a technológiát, mondom, amivel aztán megalapozta a magyar szikvízgyártást.
Ez 1820-as éveket írjuk. Egyébként az első alkalom, amikor sikerült elnyeletni a széndioxidot a vízben, tehát egy mesterséges ásványvizet létrehozni, ez az 1770-es években Angliában volt, és Joseph Priestley nevéhez kötődik. A másik legenda, az pedig a fröccsel kapcsolatos. Ugye a szódavíz és a fröccs ugye nagyon-nagyon kéz a kézen járnak, mondhatnánk. A fröccs elnevezi, a maga a szóalkotásról az a legenda járja, hogy Vörös Marti Mihály, amikor ugye Jedlik Ányos is ott volt az ő szódavizével, fáinál, itt kint Fóton a szőlészetben, akkor ott először használta ezt a szót. Hát valóban van egy vers, ugye, aminek alapján erre gondolnak, de hát ez a vers ez csak annyit mond, hogy felfelé megy, borban a gyöngy, jól teszi. Ugye ez minden valószínűség szerint sajnos nem a fröccs, hanem ez a friss bor. Ugye ez ősszel volt, ez valószínűleg a friss borban egyébként is meglévő, hát ilyen pezsgés, ez volt az, ami hát okozta ezt a felfelé megy, borban a gyöngy. Nincs semmi bizonyíték annak, hogy mikor, ki használta először a fröccs szót. Ez is egy kedves legenda, tudjunk róla, szeressük, de nem mondjuk azt, hogy ő találta fel. Mikor ezekben a könyvben esetleget mégis kezükbe veszik, majd fogják látni, hogy végig követem azt, hogy tehát hogyan találták fel, hogyan gyártják, hogyan forgalmazzák. Ugye a szódás lováról most arról is mesélhetnék külön, de most az idő már bőven lejárt szerintem, igen, köszönöm. Féltem, hogy nem fogok tudni eleget beszélni, tessék. Tehát az értékesítés, a marketing, aztán hát az asztali örömök, ugye, ami a szódát kísérik. És sőt, ugye az irodalomra, és ugye ezzel fejezem be, az irodalomra tett hatását is ugye nagyon jól taglalja ez a könyv. Több olyan szemelvény is van benne, nem csak Rudi, ami a fröccsel és a szódavízzel kapcsolatos. Még felolvastam volna Márait, de akkor nem olvasom fel. Olvassam? Elkezdtem, jó, mert azért Márait nem lehet kihagyni ennek kapcsán. Azt írja. Mert a szódavíz nem ásványvíz, ezt jegyezzük meg jól. A szóda már civilizáció. Ez igaz, de nemzedékek és évszázadok fortéja kellett hozzá, míg a magyar megtanulta és feltalálta a fröccsöt, ami a hosszú élet titka. Figyelem? Sajátságos, de igaz, hogy a fröccsöt nem tud a magánember készíteni. Hiába tanulod meg a leckét, hasztalan vásárolsz 3 decis poharakat, igen, hiába méred ki és vegyíted agályos gondosan a 2 deci bort 1 deci szikvízzel, a fröccs képletét csak a hivatásos csapos ismeri. Ez megy tovább, de nem folytatom. Köszönöm szépen a figyelmüket, érezzék jól magukat nálunk ma este.